népszavazás. Jóváhagyta a parlament plénuma az államfő által indítványozott a korrupció ellenes harc folytatásával kapcsolatos referendum kiírását. Tisztújítás. Régi új elnök a Magyar Polgári Párt élén. Bíró Zsolt az erdélyi magyar politikai párbeszéd elmélyítését ígérte. Román tanítás. Az új tanterv szerint a gimnazisták külön tankönyvből tanulhatnák a román nyelvet. Az RMDSZ kiterjeszteni az intézkedést 12. osztályig. Köszöntöm Önöket a híradóban! Egyhangúan szavazta meg a Klaus Johannis által kezdeményezett népszavazás kiírását a parlament. A referendumon arra kell választ adnia a szavazóknak, hogy támogatják-e a korrupció ellenes küzdelem folytatását. Ma vitatta meg a parlament Klaus Johannis államelnök arra vonatkozó kezdeményezését, hogy írjanak ki népszavazást a korrupció ellenes harc folytatásának támogatásáról. Az államfő eredetileg a szociáldemokrata kormány BTK módosítási rendelete és kegyelmi törvénykezdeményezése kapcsán ígért referendumot. Utóbb azonban maga is rájött, hogy az ezekre vonatkozó népszavazás alkotmányba ütközik. Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő elmondta, az elnök jogkörébe tartozik a népszavazás kezdeményezése, ezért támogatták a kiírást. Arra az aggályra is reagált, hogy vajon nem fölösleges pénzkidobásról van-e szó. Látva azt, hogy az általános szeretet megjelölve minden politikai alakulat támogatja a referendumot, felmerült a kérdése, van-e értelme ezt kiírni, de hát az államelnök el tudja dönteni. A népszavazás intézményének hatékonyságát kérdőjelezte meg Robert Turcescu PMP-s honatja is, bár nem azzal a szándékkal, hogy a jelenlegi referendum kiírása ellen emelje fel a szavát. Szeretném azt hinni, hogy a 2017-es népszavazás után nem leszünk még egyszer olyan helyzetben, mint amilyenben a 2009-es népszavazás után voltunk. Való igaz, annak is csak konzultatív jellege volt. Akkor is egyértelműen kifejezték az akaratukat a románok, de a népszavazás eredményét soha nem ültették gyakorlatba. Emlékeztetőül egykamarás parlamentről és legfennebb 300 képviselőről volt szó. A honatyák egyhangú szavazatában az is benne van, hogy még a látszatát is elkívánták kerülni annak, hogy a korrupció pártján állnának. Csupán azt a feltételt szabták meg, hogy a feltett kérdés legyen alkotmányos. Tartsa tiszteletben a referendumtörvényt, az Alkotmánybíróság témába vágó javaslatait és a Velencei Bizottság népszavazásokra vonatkozó ajánlásait. Mintegy 30 ezeren gyűltek össze tegnap este a kormány székháza előtt, hogy a szociáldemokrata kormány ellen tiltakozzanak. Noha a tüntetés hullámot kiváltó rendeletet egy hete visszavonták, a tömeg nem elégszik meg ezzel, és a Grignano kabinet lemondását követeli. Este 9-kor a tüntető tömeg az otthonról hozott színes papírokból hatalmas országzászlót rakott össze, amelyet mobiltelefonjaikkal világítottak meg. A bukaresti tüntetéssel belföldön és külföldön is több helyen szolidarizáltak. A Berlinale Filmfesztiválon résztvevő román filmesek mini tüntetést tartottak tegnap este a vörös szőnyegen. Ugyancsak üzent a tüntetések fő jelszavával Molnár Levente kolozsvári színművész, aki Londonban a BAFTA díjak átadásán vett részt a Saul fia című film szereplőjeként. Tisztújító kongresszust tartott Szatmárnémetiben a Magyar Polgári Párt. A kongresszus szerepét betöltő országos tanács módosította a párt alapszabályzatát és programját, illetve megválasztotta a párt vezető testületeit, ugyanakkor megerősítették tisztségében a régi új elnököt, Bíró Zsoltot. Ha nem ülünk az asztalnál, akkor föltállalnak minket az asztalon. És csak akkor tudunk az asztalnál ülni, hogyha összefogunk. Ez látszott a mostani választásokon is. Gratulált az RMDSZ-nek és a Magyar Polgári Pártnak felelősségteljes politikájukért, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Szatmárnémetiben megtartott MPP kongresszuson. Az RMDSZ és a Polgári Párt együttműködése meghozta maga gyümölcsét. Megfordult az a tendencia, hogy csökkent és csökkent és csökkent a magyar pártokra leadott szavazatok aránya. Most végre újra emelkedésnek indult, tehát az erdélyi magyarság miután látta az összefogást, ezért megmozdult, és a szavazatával támogatta a magyar érdekérvényesítést, mert világosan kell látni, hogyha nem vagyunk ott erősen és hangsúlyosan a bukaresti parlamentben, akkor az értékeink és az érdekeink veszélybe kerülnek.
Kelemen Hunor RMDS elnök köszöntő beszédében elmondta, hogy az erdélyi magyarok akaratát teljesítették a széleskörű összefogással. 2016-ban először 27 év után az RMDS mellett a Magyar Polgári Párt is ott van a parlamentben két képviselővel. Én azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk, bátor döntést hoztunk, az együttműködést menet közben tanuljuk mi magunk is, és én bízom benne, hogy hosszú távon ez a magyar közösségi érdeket erősíti, sikeresebbé teszi az erdélyi magyarokat. Bíró Zsolt pártelnök elmondta, 2016-ban több mint kétszeresére emelkedett a Magyar Polgári Párt polgármestereinek a száma. A parlament alsóházába való bejutás pedig egy új korszakot jelent a párt életében. A Magyar Polgári Párt immár parlamenti pártként megnövekedett önkormányzati testülettel vehet részt a közügyek alakításában, és ehhez próbáltuk igazítani, vagy gombolni újra a mellényt, ahogy szokták mondani, ezért kellett hozzányúljunk az alapszabályzatunkhoz is. Az 5. országos tanácson létrehozták a párt választmányát, majd újra választották 4 évre Bíró Zsoltot az MPP élére. Közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium az új tantervet, amely előírná, hogy a magyar 5-8 osztályos diákok a román nyelvet külön tankönyvből tanulhassák. Az RMDS szerint az intézkedést ki kell bővíteni úgy, hogy a magyar diákok 12 éven át külön rendszer szerint tanulhassák a román nyelvet. A tervezet szerint a magyar anyanyelvű általános iskolások olyan átalakított román nyelvoktatásban részesülhetnek, amely jelentősen eltér a korábbitól. A jövőben az eddiginél nagyobb hangsúly kerül a nyelv észszerű elsajátítására és a két nyelv közötti hasonlóságok felismerésére. Az új tanterv kiemelt fontosságot tulajdonít a kommunikációnak, illetve a nyelven keresztül történő kulturális megnyilásnak. A Magyar Középiskolások Országos Szövetsége szerint az oktatási tárca belátta, hogy képtelenség elvárni azt, hogy a román és a magyar anyanyelvű diákok ugyanolyan feltételek mellett tanulják a román nyelvet. A jelenlegi román tantervek nem hatékonyak a magyar diákokra nézve, mivel az anyanyelvű, román anyanyelvű, anyanyelvűek oktatását részesíti előnyben, tehát kontraproduktív, mert figyelmen kívül hagyja azt, hogy ezek a diákok elsősorban meg kell tanuljanak anyanyelvi szinten beszélni románul és érteni románul, és erre nem elég az 1-4 osztály, amikor most jelenleg is létezik kisebbségi oktatás. Az RMDS szerint az intézkedést ki kellene terjeszteni 12. osztályig, mi több, a folyamat teljes körű felgyorsítását kérik. Az a véleményünk, hogy bár pedagógiai érvek vannak amellett, hogy egy rendszerre fokozatosan kell átállni, tehát a tanügyi reformot első osztálytól kell bevezetni, és lassan 12 osztályba feltölteni, de szerintem meg lehetett volna találni azokat a pedagógiai módszereket, amivel akár párhuzamosan, tehát az elsőbe, az 5. és a 9. bevezették volna, valamikor 2012-ben. Magyari hozzátette, azokhoz a pedagógiai megoldásokhoz, amelyek révén párhuzamosan vezetik be az újításokat a különböző szinteken, hozzátartozik a tankönyvek megírásának és kiadásának felgyorsítása is. Módosította a balesetekben megrongált gépjárművek kárrendezési eljárásait a pénzügyi felügyeleti hatóság. Az autószerelők örülnek, a biztosítási szakértők szerint ebből újabb drágítás következhet. Több tucat gépkocsi van ennek az autószerelő műhelynek az udvarán, dementis javában zajlik a bádogos munka, a csiszolás, festés. Ennek az autószerviznek ugyanis több biztosítótársasággal van szerződése, itt felmérik a károkat és megjavítják a megrongált autókat. Mától viszont a biztosítók kötelesek elvégezni a kárfelmérést a megrongált gépkocsi tulajdonosa által megjelölt bármelyik szervizben, illetve a javítás helyszíne is az ügyfélen múlik. Novák János egy autószerelő műhelyt működtet, azt mondja, az intézkedés révén a gépkocsi tulajdonosoknak nem kell hetekig várniuk, hogy megjavítassák autóikat. Most bővül, és nagyobb a lehetőség. Több a választék, maga mind árba is, meg munkálatokba is, és időbe is, ami a legfontosabb, mert nagy vonalakból a kliensek, mindenki siet nagyon, hogy hamar legyen kész az autójuk. Így akkor meg tudja választani, ahol hamarabb csinálják meg az autót, és jól is persze. A biztosító egyébként a baleset bejelentésétől számított 5 napon belül köteles elvégezni a kárfelmérést.
A híradónk által megkérdezett biztosítási szakértő szerint az intézkedés nehezen ültethető gyakorlatba. Bujovszki Loránd azt mondja, ha egy régi autót egy luxus automárka kereskedésnél javítatná meg a tulajdonosa, a biztosító nem lesz hajlandó fizetni. Hogyha ezek nem lesznek megfelelő módon utólag rendezve, akkor újabb drágításra számíthatunk. Tehát a biztosítók annyira fel fogják vinni a tarifokat, hogy bármelyik szervize, bármilyen rozog a régi autót, ha megjavítanak, akkor le tudja fedezni ennek a költségét. A másik lehetőség, hogy a biztosítótársaságok egy bizonyos pénzösszeget fognak felajánlani, ami fedezi a gépjármű javítási költségeit, hogy ezáltal elkerüljék a túlkapásokat, tette hozzá. A jogosítványok cseréjét megkönnyítendő online sorszámigénylési lehetőséget vezetett be a Hargita megyei prefektúra. Az intézkedés sokat segít azokon a gépjárművezetőkön, akik eddig órákig álltak sorba azért, hogy el tudják intézni az iratok cseréjét. A Hargita megyei tanács alelnöke Barti Tihamér elmondta, hogy a megyei önkormányzat nevében fordultak a prefektúrához, hogy megoldást találjanak az áldatlan állapotokra. Felajánlották a megye anyagi segítségét is szükség esetén annak érdekében, hogy teljesüljön a jogos lakossági igény az ügyintézés gördülékenyebbé tételére. Erre pedig megtalálták a megoldást az internetes sorszámigénylés segítségével. A mai naptól kezdődően online is lehet sorszámot igényelni az internetről, a prefektúra.hr.ro weboldalról be lehet jelentkezni, és bárki otthonról kérhet sorszámot, ezért nem fog kelleni itt sorban álljon, hanem egy már meglévő sorszámmal jön ide kicserélni a jogosítványát. Arról is van megoldás, hogy valakinek nincs internet hozzáférése, mondta el az alelnök. Ebben az esetben az illető megkérheti a helyi polgármester hivatalt, hogy segítsenek a sorszám igénylésben, és akkor nem kell csak azért beutazni a Csíkszeredába, hogy hosszú sorok kiállásával jusson sorszámhoz. Graffitik és rádió. Nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Cenzúra. Elkezdték letisztítani a fellegvári emlékműről a rácsok mögül kinéző politikusokat ábrázoló graffitit. Világnap. A rádiót ünnepli ma a világ. A föld lakosságának nagyjából kétharmada tud fogni valamilyen rádióadást. Elkezdték letisztítani ma délután a fellegvári emlékműről a nagy visszhangot keltett grafikákat. A falfestésen Liviu Dragnea, Victor Ponta, Adrianne Stasi, Ion Iliescu, Nicolae Ceaușescu, Traian Băsescu, Victor Ciorbia, Vadim Tudor és Elena Udrea arcképen rácsok mögött volt látható. A hétvégén Kolozsváron megjelent grafikákat a híres street art művész Banksy aláírásával jegyzik. Lekerültek a grafikákat borító falemezek, Liviu Dragnea arcképével elkezdődött a hétvégén felkerült grafikák eltávolítása a Nemzet Hősei Emlékművének nevezett fellegvári óriás kereszt alapzatáról. Homokfúvással tisztítják a grafikákat a fellegvári emlékműről. Itt vasárnap hajnalban a rendőrség két fiatalt elfogott. Ellenük rongálás miatti eljárás indult, és 2500 lejes büntetést róttak ki rájuk. Sajtóértesülések szerint a fiatalok fellebezni fognak. Elmondásuk szerint ugyanis ők nem az emlékműre, hanem ennek takarására írtak. A fiatalok a préselt lemez takarásra a cenzúra szót írták. Egy felfestett arckép eltávolítása ezzel a módszerrel kevesebb, mint egy órába kerül. Az emlékműre ugyan felcsavarozták a grafikákat takaró lemezeket, a tisztítási folyamat viszont nem tesz kárt a talapzatban. Ebben az esetben szerencse, hogy andezit a fogadófelület, mert bizony ezt egy puha homokkőre vagy egy puha mészkőre festették volna fel, akkor azt megrungálja a tisztítás. Illetve hát kíméletesen más módszerrel kellett volna tisztítani. A grafikákat annak ellenére távolították el, hogy több százan online petíciót írtak alá. Az önkormányzatot beadványban is arra kérték, hogy közvitán tárgyaljanak a köztéri művészetről, és ezen belül a fellegvári grafikákról. A kezdeményezők szerint ugyanis a rácsok mögül kinéző politikusok képét a közel két hete tartó országos tiltakozás hullám ihlette, és ilyen értelemben a jelenkori történelem részét képezik, akárcsak az egykori berlini falra festett graffitik. Újabb eszközökkel gazdagodott az udvarhelyszéki Zetelaka község önkéntes tűzoltó alakulata. A közlekedési balesetben megrongálódott autó karosszériájának szétvágását, ezáltal a sérült kiszabadítását lehetővé tevő berendezést a Hargita megyei önkéntes tűzoltók egyesülete ajándékozta a településnek.
A vágó olló és a feszítő használatára tanítja az Etalak önkéntes tűzoltókat a Hargita megyei önkéntes tűzoltók egyesülete. Az eszközök külföldi adományból kerültek Hargita megyébe, az egyesület pedig úgy döntött, hogy a Nagyküküllő parti községnek adományozza azokat. Albert Csaba elnök szerint a berendezés hiánypótló. Parajdon, Korondon, Keresztúron, Bögözbe, Szentegyházán, tehát már azt tudjuk mondani, hogy a fontosabb útszakaszok, azok el vannak látva ilyen feszítővágóval, többé-kevésbé a mi segítségünkkel, vagy máshonnan szereztek be maguknak, és pont ez az útszakasz Zetelakától át Gyergyószent Miklósig, ami egy eléggé fogalmas útszakasz, pont itt nem volt egy ilyen feszítővágó modul. A község polgármestere Nagy Attila azt mondja, mindig fejlesztik az alakulat felszerelését, eszközparkját, a megyei tanács pályázatait és más lehetőségeket is kihasználnak, prioritást jelentenek a tűzoltók, tette hozzá a településvezető. Ez az eszköz, ez egy olyan eszköz, ami itt a akár 25 kilométeres körzetben is nagyon gyorsan tud reagálni az esetleges baleseteknél, és mivel itt minden perc számít, így emberéleteket is lehet megmenteni. Az egyik legnépesebb udvarhelyszéki község tűzoltó alakulata az elmúlt évek alatt folyamatosan fejlődött, az új eszközzel pedig mostantól még hatékonyabban tudnak baj esetén közbelépni. A televízió megjelenése után sokan gyors eltűnést jósoltak a rádiónak, de nem így történt, azóta megjelent az internet is, és ezzel a rádiózásnak egy szelete odaköltözött. Így vagy úgy, de megőrizte helyét a vezető médiumok között. 1946. február 13-án indult az ENSZ első saját rádiója, aminek tiszteletére 2012 óta minden évben ezen a napon tartják a rádiózás világnapját. Broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénz bekerült. Nap mint nap, így van ez. Sokan a rádió hangjára ébrednek, illetve azzal kezdik a napjukat. Ez akkor is így van, ha a többi médium mellett elveszítette kizárólagos szerepét, mondja Gáspár Sándor, rádiós szerkesztő, egyetemi tanár. A rádió ugyanis egyedülálló tömegkommunikációs eszköz. Manapság a rengeteg egyéb műszaki segédeszköz miatt sokan úgy képzelik, hogy a beszéd veszített jelentőségéből, pedig bárki elgondolhatja, hogy a gondolatainkat is szavakba öntjük, a szavakat a beszéd segítségével tanuljuk meg, tehát csak oda jutunk, hogy a beszéd, vagyis a rádiózás továbbra is nagyon fontos. A rádió az az információ hordozó, amellyel a legtöbben kezdik a napjaikat. De a hangszórók, mikrofonok mögött ott vannak azok, akiknek az internet térnyerése előtt csak a hangját ismerték a hallgatók. Ők azok, akiknek az életét még hangsúlyosabban tölti ki a rádió. Én most már 9 éve rádiózom, nagyon nehezen tudom az életemet elképzelni nélküle. Ez a műfaj tanított meg arra, hogy egy csattintésre igen félre lehet tenni minden problémát, vagy szebbé lehet tenni minden problémát, amikor az ember nem engedheti meg magának reggelente, mondjuk, hogy rossz kedve legyen, vagy szótlan legyen, vagy hasonlók. Az ENSZ adatai szerint a föld lakosságának nagyjából 2/3 tud fogni valamilyen rádióadást. A műsorok a legelszigeteltebb közösségekhez, a legkiszolgáltatottabb személyekhez is eljutnak, és hozzájárulnak a hatékony kommunikációhoz vészhelyzetek esetén. Nagyszabású jótékonysági estet szervezett szombaton a Katolikus Egyház Nagyváradon. Az est során politikusok, közéleti személyiségek és egyházi vezetők fogtak össze azért, hogy segítséget nyújtsanak a szükségben szenvedőknek. A katolikus jótékonysági bált 5. alkalommal szervezte meg a Nagyváradolaszi Barátok templomának egyháztanácsa. A kezdeményezés célja, hogy a felekezethez tartozó tanintézeteket támogassák, illetve hogy segítsék a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által a Bihari megyeszékhelyen működtetett Szent Angéra gyermekotthont. Azt szeretnék, hogy kulturális szórakozás legyen, kikapcsolódás a nagybőjt előtt, farsang időben, mint mindent, hogy az emberek jól érzik magukat. És minél többen összejövünk, annál jobban megismerjük egymást, és rájuk, hogy jön az a célunk, gondjuk, hogy egymást szeretve, egymást kisegítve éljük a mindennapjainkat. A bálon fellépett a Szent László Római Katolikus Gimnázium számos diákja. Voltak, akik énekekkel, mások táncokkal álltak a közönség elé. A Szent Angéra gyermekotthon gondozottjai pedig verses összeállítással mondtak köszönetet. Az egyházak által meghatározott célok érdekében képes összefogni a nagyváradi magyarság, mondta Pásztor Sándor, a Bihar megyei tanács elnöke.
Fontos maga a tény, hogy immár jó pár éve történelmi egyházaink olyan rendezvényeket szerveznek, amelyel maga a nemes célok mellett ugyebár mosolygósra és boldoggá tudnak tenni egy-egy estét a nagyváradi magyarság számára. Fontosak ezek az esték, ezek az események, mert mindig is egy fontos célért, mind egyházi, mind civil közösségi dolgokért összefognak, és Nagyvárad magyarsága, mint látható, nagy számban részt vesz az ilyen rendezvényeken. A jótékonysági est során árverést is tartottak, számos érdekes és értékes tárgy talált gazdára. A rendezvényen több mint 25 ezer lejt gyűlt össze. Kikapott a medicína a Turgovistétól, sporthírekkel folytatjuk. Megszerezte első bajnoki pontját az új edzővel, Ilié Stánnal és az új felállásában a marosvásárhelyi ACA labdarúgó csapata. A hazai pálya fűtésrendszerének hiánya miatt a temesvári Poli elleni mérkőzést a kolozsvári CFL stadionjában játszották, és gól nélküli döntetlennel végződött. Az eredmény nem segít sokat a marosvásárhelyieken, akik az utolsó helyen állnak 10 ponttal. A kolozsvári CFR a hétvégén Medgyesre látogatott, ahol 2-1-es győzelmet aratott. Vászélemiri utca csapata számára ezzel a sikerrel megnyílik az út a rájátszás felsőházába. A CFR és az ACA pénteken este 8 órától egymás ellen játszik a Gépész utcában. Mindkét klub egyébként csődvédelem alatt áll, de a kolozsváriak úgy tűnik sikeresebben kezelik a helyzetet. Kolozsvár nyerte a férfi kosárlabda országos liga alapszakaszában az utolsó előtti forduló rangadóját Nagyvárad ellen. A tabellán vezető kolozsváriak végig irányították a szerdai Európa Kupa meccsen magát kihajtó Nagyvárad elleni találkozót, és meggyőző fölénnyel 75-55-re hozták a mérkőzést. Az alapszakasz utolsó fordulója előtt, amelyet a Románia Kupa holnap kezdődő 8-as döntője után szerveznek, Kolozsvár már biztos lehet az első helyében. Ugyanakkor a nagyváradiak is felsőházban folytatják, miután a marosvásárhelyi Maros KK 91-72-re kikapott Krajován, és így már nem előzheti meg a rangsorban. A Maros KK az alsóházból próbálhatja meg a rájátszásba jutást a középszakasz során. Kikapott hazai pályán a bajnoki cím egyik esélyesének számító Turgovisté csapatától a marosvásárhelyi Csészeu Medicina női röplabda csapata. A vereségre azonban számítottak, nem okozott nagy csalódást a házigazdáknak. A házigazdák nem tudták megismételni a Dinamo elleni meglepetést a Pongrácz Antal csarnokban. Egyrészt a saját teljesítményük elmaradt a fővárosi csapat ellen mutatott szintől, de az öt légióssal pályára álló ellenfél is sokkal erősebb szintet képviselt. Turgovisté 3 játszmában nyerte meg a találkozót, 19-re, 20-ra és ismét 20-ra. Reálisan nem vártuk, hogy megnyerjük a meccset, azonban azt igen, hogy minden labdáért harcoljunk, mondta el Pedrák Zukovics, vezetőedző, aki szerint az idén a csapatépítésre helyezik a hangsúlyt. To progress. A célunk, hogy meccsről meccsre javuljunk. Számunkra ez a legfontosabb ezekkel a fiatal 16-17 éves lányokkal, csupán két légióssal. Szerintem nagyon is elégedettek lehetünk, hiszen a bajnokság elején csak a bentmaradást tűzték ki célul, most meg esélyünk van bejutni az első hat közé a rájátszásban. Az meg olyan lenne, mintha megnyertük volna a bajnokságot az idei kerettel. A keretet többségében alkotó fiatalok olyan tapasztalt játékosoktól tanulhatnak, mint Valentina Russo, aki a tavaly Balázsfalvával bajnoki címet is nyert. Szerinte valóban van esély bejutni a hat közé, ám ez a többi eredmény alakulásától is függ. Ha egészségesek leszünk és megnyerjük a mérkőzéseket, amelyeken esélyesek vagyunk, hiszem, hogy sikerülhet, de függ attól is, hogy mit csinálnak az ellenlábasaink. A marosvásárhelyi röplabdázók pénteken Bukarestben a tavalyi Challenge Kupa győztes bukaresti Csészémi otthonában lépnek pályára. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
hójelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a székely síparadicsom.